Csíkszentmihályi Róbert Kossuth díjas szobrászművész, a nemzetművésze 80 esztendős. A 80. születésnap alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia életműkiállítást rendezett itt a Pesti Vigadóban. Az életműkiállítás természetesen csak szerény válogatás lehet ebből a hatalmas, gazdag életműből, hiszen Csíkszentmihályi immár 60 éve aktív résztvevője művészeti életünknek, és hatalmas műegyüttes teremtett. Ez az életműkiállítás azért is csak válogatás lehet, mert szobrászról, a szobrászat minden ágazatában aktív művészről van szó, akinek természetesen nem lehetnek itt a monumentális szobrai, amelyek körében nagyon sok megrendelésre, állami megrendelésre készült alkotása készült el a közelmúlt évtizedeiben. Emlékművek, emlékszobrok, díszkutak, síremlékek, díszítőszobrok állnak szerte az országban, és külföldön is, így elsősorban Olaszországban. Természetesen ezeket a műveket most csak fotók alapján idézhetjük meg, de jelen lehet az a szobrászati életmű metszet, amely a kis plasztikákat, a térszobrokat, illetve a domborműveket, a kis szobrokat, a kiállítási plasztikákat és az éremművészeti alkotásokat öleli fel. Ebben az együttesben azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a klasszikus szobrászati eszmények szellemében készült alkotások Csíkszentmihályi művei, aki egyik önvallomásában maga is azt mondja, hogy több évezeden át alig-alig változott a szobrászat eszköztára, és ebben a Ózsdinak nevezett szellemi műhelyben készíti el ő is a szobrait. Ebben az ózsdi szellemi műhelyben aztán valóban a klasszikus hagyományhoz kötődő, de mégis a modernitáshoz, napjaink törekvéseihez szervesen kapcsolódó kompozíciók születtek az elmúlt évtizedekben. A kiállítás azt is reprezentálja, hogy milyen sokoldalú, sokrétű alkotótevékenységet kifejtő szobrász Csíkszentmihályi Róbert, aki otthon van a különböző anyagok és technikák és a különböző műformák körében is. A szobrok körében meglelhetünk faszobrokat, kőbe faragott alkotásokat, de ugyanígy az elvétellel megmunkált kompozíciók mellett a mintázással, a hozzáadással készült kompozíciók is megjelennek, amelyet aztán elsősorban bronzban kivitelezett a mester. Csíkszentmihályi mesternek a szobrainak egy része kifejezetten mészkő, ami mondjuk a faragás, fizikai munka és a kő ismerete és értése azért az nem akármi. Annak egy nagyon komoly tapasztalattal lehet csak nekiállni. Tehát nála ez egyaránt megmutatkozik. A viszonylag kisebb figurációk vannak bronzban, ugye, és nem szabad elfelejteni azt a humoros, ugyanakkor meg nagyon is komoly személyiséganalíziseket, amik az ember-állat figurációit jelentik. A művek körét stilisztikailag egy nagyon erőteljes figurativitás, egy természetelvű látásmód avatja egységessé, amelynek fő tárgya majdnem minden esetben az emberalak, illetve az utóbbi alkotóperiódusokban nagyon hangsúlyosan a különböző állatok, illetve nagyon erőteljesen érezhető már a pálya kezdetétől a természet ihletése, a különböző természeti alakzatok és különböző természeti elemeknek a megidézése és az ezekkel való formai játék, illetve formai párbeszéd.
Ha a műveket tematikailag vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy nagyon szépen, tulajdonképpen műsorozatokká érlelt alkotásokként fűződnek fel Csíkszentmihályi művei. Így megfigyelhetjük, hogy a korai alkotóperiódusban különböző állatfigurákat faragott kőbe és fába, majd következtek a különböző óraszerkezetek megidézései, ezek nagyon érdekes és nagyon izgalmas tárgyszobrok tulajdonképpen, majd következtek a két egymásba fonódó alakot megjelenítő alakos kompozíciók, amelyeket egy újabb periódusban az idolok, az egy testet, egy alakot, egy arctalan figurát megjelenítő fenséges emberábrázolások követtek. És ezután bontakozott ki tulajdonképpen Csíkszentmihályi Robert egyik legkülönösebb alkotóperiódusának termése, az állatember vagy ember-állatszobrok, amelyek nagyon különös vad és házi állatokat megjelenítve úgy állítják elénk ezeket a teremtményeket, mintha emberi vonásokkal lennének megáldva, és emberi jellemekként, emberi karakterekként jelennek meg. De úgy is mondhatnánk, hogy ezek tulajdonképpen emberek, csak állati vonásokat hordoznak, és ez a különös kettősség, ez teremti meg ezeknek a műveknek a ambivalens, nagyon izgalmas hatásvilágát. Szobrok korszakát lezárva megszülettek a életmű összegzésének a művei, a nagyszabású, tulajdonképpen korfestő csoportábrázolások, amelyek körében a sablonok, a Mind elmegyünk és a Kőbárka című alkotás emelkedik ki, és amelyek tulajdonképpen nem csak az életmű összegzésének alkotásaiként születtek meg, hanem ennek a korszaknak, ennek a nagyon zavaros és nagyon szaggatott és nagyon megpróbáltatásokra késztető korszaknak, napjainknak is egy ilyen korfestő, összegző alkotásaiként. Az 1960-as évek voltak Csíkszentmihályi Robert indulásának évei, és hát hogyha végigjárjuk gondolatban azokat az évtizedeket, akkor jó értelemben és elégedetten vagy kalapot leemelve mester munkássága előtt nem találjuk a korszak, mondjuk úgy, hogy illő vagy szükséges megalkuvásaira utaló műveket, a lemenő-fölmenő lépcsőkön álló hadonászó Lenineket és társait, vagy csak különböző politikai megrendelések okán készült köztéri emlékműveket. Nyilvánvaló, ez is egy visszatekintve azokra az időkre, amiket azért elég jól ismertünk. Ezek egy magatartásbeli, szellemi tartásbeli alapra helyezkedő mesterről vallanak, akinek nem csak a szakma volt a kezében olyan szinten, hanem az a szellemi alapállás, az a megformálása a gondolatainak, illetve a műveiben megjelenő humánus, a keresztényi Európa gyökereire utaló munkák megjelenése, amelyek abban a korban, azokban az évtizedekben, ha nem is mondjuk titkoltan kellett, hogy készüljenek, de sok babért nem aradhatott velük, hiszen más volt az elvárás akkoriban. Ez egy külön megjegyzendő értéke a munkásságának. Csíkszentmihályi Robert életműve a 20. század utolsó harmadának és ennek az új évezred első két évtizedének egy meghatározó, nagyon nagyszabású és nagyon érzékenyen kifejező életműveként született meg. Ez a
műegyüttes is azt tükrözteti, hogy valóban a szobrászat legszebb klasszikus hagyományait idézi meg a művész alkotásaival, de ugyanakkor nagyon erőteljesen a mának szól, a jelenkor emberének problémáit, kérdéseit fogalmazza meg, néha hűvös tárgyilagossággal, mindenkor nagyon humánus és mély alapállással, de ugyanakkor nagyon sokszor ironikus, fanyar hangokat is megszólaltatva. Ez az életmű rendkívül gazdag, rendkívül változatos, a rútságok és a szépségek között egyensúlyozó, nagyon gazdag műegyüttes.